Sziasztok! Az előző videóinkban elsősorban az elsődleges változtatásokkal foglalkoztunk. Még mostani videónkban megnézzük, mi is az, illetve hogyan kell végezni a másodlagos változtatásokat. Az elsődleges változtatások az egész képet érintik, addig a másodlagos módosítások révén bizonyos részeit különítjük el a képnek, és azt külön fényeljük. Ehhez először is picit ismerkedjünk meg az úgynevezett nódrendszerrel. A nódrendszer, tehát a nódok tulajdonképpen a rétegeket helyettesítik. Maguk a nódok és annak felépítése a nódszal hívható elő. Ugye közbe-közbe az előző videók során is találkozhattunk vele, de lényegében nagyobb figyelmet nem szenteltünk neki. Magukra a nódokra, lényegében klippenként a munkafolyamatot megtestesítő flowchart rendszerként tekintetünk. Ugye bal felén mindig egy input rész található, majd egy outputba fut ki. Közötte pedig maga a munkafolyamat található. Ugye alapból, a fényelünk, egy nód mindig található, tehát lényegében a korábbi videóban elvégzett elsődleges változtatásokat, ehhez a nódhoz kapcsolódóan tettük meg. Most adjunk hozzá mindegyik snittünkhöz egy-egy úgynevezett szériál nódot. Ehhez jobb klikkel rákattintunk az aktuális nódra, add Node és add Serial. Ugye, hogyha rajta hagyjuk az adott nódon az egeret, akkor megjelenik, hogy milyen változtatásokat tettünk ahhoz a nódhoz kapcsolódóan. Ezt most előjáróba megtesszük a többin is, Ugyanúgy tehát jobb klik, ad node, add, add serial, harmadikon, és a negyediken szintén. Az imént hozzáadott második nódhoz kapcsolódóan nézzük meg, milyen másodlagos korrekciós lehetőséget biztosít számunkra a da DaVinci. Menjünk a görbékhez, az előző videóban már picit kitértünk a görbére, most nézzünk meg egy másik lehetőséget. Kiválasszuk a Hue-VS-Hue-t. A Hue-VS-Hue Hue görbe segítségével lényegében bizonyos színeket tudunk más színekkel alakítani. Most mi azt szeretnénk, hogy ezt a húzódó keretet színezzük picit át. Kiválasszuk ebből a listából a qualifier Rákattintunk ennek az érdekes kék-zöld színnek az egyik pontjára, és mint látjuk, megjelent, hogy tulajdonképpen melyik színezetről van szó ezen a görbén. Na most nézzük meg, mit csinál ez. Válasszuk a középső pontot, ugye a két tartomány, majd a középső, és elkezdjük emelni. Ugye látjuk, hogy elkezd megváltozni a színe zöldes irányba. Persze, ez attól függ, hogy hol helyezkedik el a görbe, mert ez nem csak zöld lehet. Most azt mondjuk, hogy példaként egy ilyen kékes színre szeretnénk az alapból kékes-zöld húzóckodó keretet átszínezni. Bár közel sem tökéletes, de lényegében meg is történt ez az átszínezés. Ezen a részen próbáljunk meg most javítani, kérjük le ugyanúgy a qualifierrel az itt levő pixel színét, Ugye, mint látjuk, hozzáadott egy következő határt, következő pontot a rendszerünkhöz. Ezt most megpróbáljuk ugyanoda tenni. És ugye azt látjuk, hogy egész sokáig eltart ez a tartomány. Ugye tovább nem akarunk menni, hiszen ezen a Hue vs Hue görbén is jól látszik, hogy ott már egy másik képrészletbe fogunk belenyúlni. Azt pedig nagyon nem szeretnénk. Most azt szeretnénk, hogy alkalmazzuk ezt a többi snitre. Ehhez kijelöljük kontrollal a többit, majd Color, Ripple, No Changes to Selected Clips meg is történt a változás. Ugye többé-kevésbé egész jó eredményeket kaptunk. És ugye, mint látjuk, ezt a második széria nódhoz adta hozzá a rendszer. Tehát ez a Hue, VS Hue típusú változtatás ehhez a második nódhoz kötött. Ugye az első, tehát az elsődleges változtatásokhoz kapcsolódott. Bár most ezzel nem kívánunk változtatni, de azért ránézzünk a többi görbére is. Van például itt még Hue versus Saturation. Ugye itt is a Hue a kiindulás, tehát, hogy körülbelül ez, és ez között voltunk az előzőekbe. Ugye most nézzük meg, mit csinál a Hue versus Saturation görbe. Ugye, hogy jól látható legyen, most átjöttünk ide, ehhez az intenzív jelhez, és ugye a Hue esetén tehát ennél a kékes színnél vagyunk, és hogyha megemeljük, akkor ugye a saturation emeljük meg. Tehát egyre szaturáltabb szint, szint kapunk. Persze lehet, hogy nekünk pont az ellenkezője a cél, és akkor pedig leveszünk a szaturációból. Még egyszer tehát ezen görbék esetén ugye csak a kiválasztott hue esetén változtatjuk ugye jelen esetben a szaturációt. És az említés kedvéért ránézzünk a többire is. Ugye található itt például a Hue VS Luminescence, ugye itt az adott színezet esetén a világosságot módosítja, most nézzünk meg egy másik tartományt. tehát ugye itt most jelen esetben ez a fű színe, és tulajdonképpen azt tudjuk világosítani, vagy adott esetben sötétíteni. A rendelkezésünkre itt például Luminescence VS Saturation is. Ugye így gyakorlatilag a különböző világosságú részeket, ugye balra legsötétebb, jobbra legvilágosabb, ezeknek a szintelítettségét tudjuk beállítani. Elérhetjük még a Saturation versus Saturation, vagy a Saturation versus Luminescence görbéket. Most pedig nézzük meg az úgynevezett Qualifier működését, illetve a Window, valamint a trackingben rejlő lehetőségeket. Ehhez most kiválasztjuk a második snittet. Most a példa végigpörgetjük, és ugye jól látszik, hogy egy zöld felső van alanyunkon. Most tegyük fel, hogy mi kimondottan ennek a színén akarunk változtatni. Ugye használhatnánk erre az előzvekben tanult, tehát hú vs u görbét, de ebbe az esetben erősen kellene félni attól, hogy belenyúlna abba az zöldszínbe is, ami a fűre vonatkozik. Na most ugye itt is több lehetőség van, de mi a qualifier-ös változatot nézzük meg most. Ugye ehhez a következőt kell csinálnunk. Létre kell hoznunk, Először is egy újabb széria nódot, és majd erre a nódra létre kell hoznunk egy ablakot, ami csak kimondottan erre a részre vonatkozik. Ugye ez azért lesz jó, mert majd mikor a színét változtatjuk, most mindegy, hogy milyen módon, akkor azt akarjuk, hogy csak erre a régióra értelmezze a mi döntésünket. Tehát ne legyen az, hogy még módosítja a ruházaton levő zöld szint egyúttal belenyúl feleslegesen a fűződjébe. Mivel ugye ez megjelenik mind a három snitbe, leszámítva az elsőt, ezért most hozzáadtunk egy-egy újabb szériál nódot, ami majd az ehhez kapcsolódó változtatásokat megtesszük. Most visszamegyünk, ahonnan kiindultunk. Ugye rajt vagyunk a harmadik nódon, kiválasszuk a windows -t. Ugye a window esetében különböző alakú, kezdve a négyszögtől, a körtől, a szabadkezűleg rajzoltik találhatók alakzatok. Ugye ezekkel az alakzatokkal le lehet határolni egy-egy képrészletet. Ugye, hogyha lehatárolunk egy képrészletet, és azt módosítjuk, akkor már másodlagos korrekcióról beszélünk. Ugye az elsődleges, mikor az egész képet érintő változtatásokat tesszük meg. Válasszunk egy kört, Ugye megjelent egy viszonylag nagy kör. A körnek tudjuk az alakját változtatni, ha rákattintunk a fehér részre, ugye, tehát csinálhatunk belőle ovális alakot, méretezhetjük, illetve bizonyos esetünkben szükség lehet rá, gyakorlatilag a perem látságát is beállíthatjuk. Na most ahhoz, hogy mit csinál ez az egész, nagyon jó lehetőséget ad, ha kiválasztjuk ezt a highlight lehetőséget. Ugye itt pontosan látszik, hogy melyik képrészletre vonatkozik ez az ablak. Ugye itt állítottuk a látságát, ugye lehet egészen rigid, merev, de a soft segítségével egészen finom eredményt is kaphatunk. Ugye bizonyos esetekben ennek is van szerepe, de most jelenleg nem ezzel foglalkozunk. Most ezt visszaállítjuk, most nekünk ez nem célunk, hanem az a célunk, hogy ezt a részt jelöljük ki külön. Ugye az nem baj, hogyha a ruhába belecsúszunk, és ezt meg is fogjuk tenni, mert ott zöld szint nem tapasztalunk. Tehát, hogyha majd a zöld szint fogjuk qualifierrel kiemelni, akkor nem kell aggódnunk, hogy a külső régiókba, tehát a füvön is belenyúl a zöld szintbe, hanem mivel ebbe a régióba csak az lesz a zöld, tehát ott értelmszerűen nincs fű, ezért csak arra lesz értelmezve. Most ezt megtesszük. Ezt most kikapcsoljuk, mert nem kell. Ráközelítünk. És ezzel meg is vagyunk. Mehetnénk is a qualifierhez. Na de! A probléma hogy alanyunk mozgást végez. Tehát, ha kiválasztunk egy másik képkockát, mondjuk itt, akkor már precíznek legkevésbé sem mondható a kijelölésünk. Szerencsénkre lehetőség van, hogy ezt orvosoljuk. Most menjünk vissza az első frémre, re Ugye az első frémre mentünk vissza, mert ott kezdtük a kijelölést, és átmegyünk az úgynevezett trackerre. Ugye a tracker az bizonyos esetekben automatikusan is meg tudja tenni a lekövetést, az esetben semmi más nem kellene csinálnunk, mint lefuttatni a rendszert. Ebben az esetben az algoritmus felismerné és a kép mozgásához igazítaná ezt a kijelölést. Ez esetben viszont azt már tapasztalatból tudjuk, hogy nem fog működni, sajnos, ezért nekünk kell frémenként a már tanult módon keyframe segítségével beállítani ezt az ablakot. Tehát abba az értelemben, hogy ez az ablak mindig ott legyen, tehát mindig ott legyen, ahol ez a kilógó zöld póló látható. Mit kell -e ezt tennünk? Maradunk a trackerbe, rámegyünk a frame-re, ugye az elején vagyunk, kezdőfrém, hozzáadunk egy keyframe-et. Ugye mit csináltunk? keyframe-mel rögzítettük, hogy most ennek a windownak, tehát ennek az ablaknak itt ilyen állapotban legyen az értéke. Tehát itt ez az alakja, mennyire light, stb. most ez jelenti az alapértékeket. Ugye megyünk előre az időbe, a klip során, most kiközelítünk, és látjuk, hogy itt engedi le magát teljesen, körülbelül itt, akkor tegyünk ide egy keyframe tegyük ezt ide le, finomítunk rajt, megnézzük a kettő között, mi történik, ugye jön le, ugye nem végeztünk még, mert nem tökéletes, most a felénél mondjuk, hogy bár ne itt járjon, de ugye ez kell egy keyframe ismét a kettő közé körülbelül, hanem azt mondjuk, hogy akkor járjon itt. Ugye az, hogy majd egy kicsit itt össze-vissza fog mozogni esetleg, az teljesen irreleváns, minket egy dolog érdekel, hogy maradjon ezen a kiálló póló részen. Most ezt szépen végigcsináljuk. azt mondjuk, hogy meg is vagyunk. És lejátszom. És mint látjuk, ki is jelöltük a szóban forgó zöld pólós részt. Most pedig mehetünk a qualifierre. De keressük meg azt a részt, ahol legjobban kilátszik. Körülbelül itt. Rákezelítünk. És most, hogy ben vagyunk a qualifierbe, és ugye most nem erről a qualifierről beszélek, ezen belül a pickert kiválasszuk, és, és kijelöljük ezt a pixelt. Látjuk, ha bekapcsoljuk a highlightot, egész jó eredményt kaptunk. Közel sem tökéletes, ezen most finomítunk. A Picker Add gomb segítségével hozzáadunk még pixeleket, javul a helyzet, és mondjuk azt, hogy első körben ennyi elég. Ugye itt a Matt Finance segítségével tudunk finomítani. Ugye a Blur, amire szükségünk lesz. Illetve egy pici Dino ez a szélére. Ugye most tehát csak azt a részt látjuk, ami a kijelölt zöld rész. Ugye mint közben lehetett látni, itt a tartományokat nekünk a Qualifier segítségével állítja, mutatja a rendszer. Ugye, hogy milyen színről van szó, az milyen szaturáltsági értéken van, illetve a fényessége mekkora. Na most mondjuk azt, hogy mi ezt egy picit a felső ruházaton levő piros csík az akarjuk hasonló színűvé tenni. Most ugye már csak a window által kijelölt, részen belül történik az értelmezés, és arra a színre, tehát annak és kizárólag annak a színnek, tehát még egyszer, ezen az ablakon belül kimondottan ennek az általunk kijelölt színnek a módosítása fog történni. Játszunk picit a hiúval. És én azt mondom, hogy körülbelül ez a szín lesz az. Ugye rázumolunk, Látjuk, hogy tudunk még itt javítani. Hogy jobban lássuk, mi történik, egyúttal közelítsünk a most általunk elképzelt célszínhez. Ezen most azt mondom, hogy az offseten belül emelek a reden, csökkentek a blue-n, picit a géden is állítok. illetve a liften. Legyük föl, hogy nekünk most ez a szín kell, tehát valami ilyesmit szeretnénk látni. Lényegében nem is rossz, azt mondhatjuk, hogy hozzávetőlegesen értelmes eredményt kaptunk, és ugye, ugyanezt el kell játszanunk a következő két snitt esetén is. Ebben az esetben jobbnak látom, hogy használjuk a szabadkezű kijelölést, ez nagyon egyszerűen, ahova kattintunk, ott egy pontot kijelöl, Ugye a lényeg, hogy bel ez a zöld rész. Ugye a ruha nem érdekes, tehát itt most nem kell hiperprecizen. Amikor végeztünk, akkor meg lezárásként ugye az utolsóval kötjük össze. Megvan az alakzat, átmenjünk a trackerbe, frame, kijelöljük a keyframe-et, adunk egy keyframe-et, tehát Körülbelül így. Ezt most végig is játszottuk. Jöhet a qualifier. ezzel meg is vagyunk, és most befejezzük ugyanezt a harmadikon. Ugye szerencsénkre ez egy rövid klip, itt most megint használhatjuk például a kört, És hozzávetőlegesen meg is vagyunk. Ugye érdekes eszköz lehet még, hasonlóan az előzőekhez, az úgynevezett Color Warper. Most a Color Warper segítségével lényegében szintén szaturációkat tudunk állítani a HUE függvényébe. Ugye egy vektroszkópos hasonlóan látjuk a különböző szaturáltsági értékeket. Ugye most látjuk, hogy itt ebbe a piros régióba került azért bőven tekintettel arra, amit állítottunk a korábbiakba. Úgyhogy most nézzük meg, hogyan is működik ez a Color Warper. Most a példakedvér ezt nem feltétlenül akarjuk módosítani, de válasszuk mondjuk ezt a pontot. Gyakorlatilag ott, amit állítottunk a has részen, kicsit ráközelítek, visszavonom, ugye itt a Qualifier segítségünkre van, mivel látjuk, hogy kb. erről a régióról van szó a Color Warper alapján. És ugye gyakorlatilag ezt tudjuk még tovább szaturálni, illetve deszaturálni, vagy épp átcsúsztatni picit más irányba. Picit finomíthatunk rajt, ugyanúgy az előzőek esetében is, ugye itt is ugyanarról van szó. Picit próbáljuk a csíkhoz hozzáigazítani, lehetőség szerint. Jó. Itt ezen még azért tudunk finomítani, így visszamenőleg. És nagyjából meg is vagyunk. Ezzel lényegében tulajdonképpen meg is vagyunk azzal, be is mutattuk azt, amit szerettünk volna a kolor kapcsán. Az itt bemutatottak, persze elsősorban a példa erejét szolgálták, tehát, hogy bemutassunk néhány hasznos eszközt a DaVinci-ben. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, like iratkozzatok fel, tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!